Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit veszít el? Ezt most megtekintjük ennél a három kérdőjeles jóslásnál. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre a kérdésre megadja a választ ez a felső kártya. A képen látható a 10-es szám, és az utal egy új kezdetre. Ő tervez valamit, és ezzel indul egy új periódus. Ami számára még fontos, az a rend, ahogy a képen ez látható is. Itt az érmék állnak a középpontban. Az azt jelenti, ő szeretné rendezni az anyagi dolgait. Az anyagiak utalnak munkára is, itt lehet egy munkahelyi új kezdet. Amennyiben párkapcsolatról van szó, itt is lehet egy új irány, egy új kezdet, és ezt szeretné rendbe hozni. Értékeli ezt a kapcsolatot, értékel téged. Amit még az érmék jelentenek, az a föld eleme, tehát itt reális dolgokról lesz szó. Ő szeretné a terveit megvalósítani. A következő kártya utal az ő érzelmeire. Ez a fiatal fiú utal az ő fiatalos kisugárzására. De jelenthet egy új kezdetet is, amikor úgy kezébe veszi a dolgokat. Itt az érmékről van szó, tehát az anyagiakról, a munkáról, de a belső értékekről is. Ő elgondolkozik azon, mi vagy ki értékes számára. Ami a szerelmi ügyeket illeti, ő türelmes, vagy várakoztat kicsit téged, kis lépésekkel közeledik, de kicsi lépésekkel is el lehet a célokat érni, ami fontos, hogy az ő álmai, vágyai megvalósuljanak, ami fontos, hogy cselekszik, és szeretné a vágyait, álmait megvalósítani, és tudatában van azzal, hogy mennyire értékes vagy számára. Közli ezt, igen vagy nem, mielőtt ezt megtekintenénk, én is szeretnék közölni valamit. Ez egy általános jóslás, de kérhettek tőlem egy személyes jóslást álnéven, a díjam 3500 forint, a többi információ ott található lent az infoboxban, és most megtekintjük a harmadik kártyát. Ezen a képen szintén az érmék láthatóak, ami utal az anyagiakra és a munkára. Mint ahogy a képen is látható, ez a szorgalmas férfi, és ez utalhat arra, hogy ő most el van foglalva, sok a munkája, és kevés a szabad idő. Amit ez a kártya még jelent, a belső értékek, és ezen dolgozik. Szeretné elérni azt, hogy javuljon valami köztetek, a szerelem, a párkapcsolat területén. Ő szeretné az álmait megvalósítani, és ezen dolgozik. Amit ez a kártya még mutat, az a 8-as szám, és az utal egy húzavonára. Tegyem, vagy ne tegyem, mondjam, vagy ne mondjam. Tehát ő még egy kicsit bizonytalan. De ez a kirakás utal az ő terveire, mégpedig arra, hogy ő mindent rendbe szeretne hozni. Az anyagiak területén,
a munkát illetően, és ami a ti kapcsolatotokat illeti. És most jön egy meglepetés, a negyedik kártya, ami talán a megoldás. Itt ezen a képen láthatóak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, mindent felfalnak, és az elvesződik. Miről van szó? Mit veszít ő el? Itt lehet anyagi veszteség is, holott a második kártya arra utal, hogy kezébe veszi ezt az érmét, nem akarja elengedni, tehát ügyel az anyagiakra, és ügyel az értékekre is. De előfordulhat az, hogy vannak kiadások, vagy valaki megpróbál pénzt követelni tőle, ez is egy veszteséghez vezet. Amit még jelenthet ez a kirakás, hogy elveszíti a munkáját, viszont az első képen látható, itt minden rendben van, mert lesz egy új kezdet, tehát lesz egy új munkahely. Sőt, én még azt mondanám, ezáltal javul a helyzet. Amit még ez a veszteség jelenthet, amire az egerek utalnak, ez a húzavona. És akkor ennek jó jelentősége van, mert végre lesz egy stabil kapcsolat köztetek húzavonák nélkül. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!